Szia! Ebben a mai videóban akkor nézzük meg, hogy miért is ajánlom figyelmedbe az Árkor Linuxot kezdő Linuxos vagy haladó Linuxos felhasználóként. Miért jó számomra és miért használtam többször is arra, hogy miközben ugrálok a különböző disztrók között, mindig a végén visszatérjek az Árkor Linuxhoz, mint egy bázisra, és azt használjam továbbra is, vagy eleve virtuális gépen használom a különböző disztrókat, és használom alapból ugye az Árkor Linuxot. Nos, nem más, mint hogy ugye Arch alapú. Tudom, nagyon sokan, akin elkezdtek Linux-szal ismerkedni, mindig a főbb Star Linux disztrókat kezditek el használni, mint a Linux Mint, Ubuntu és MX Linux, amelyek adnak neked Cinnamon, meg legtöbbször ugye XFCE felülete, meg Gnome-ot, viszont millió egy felület van, és lehetséges, hogyha már elkezdtél nézelődni a Linux világába, akkor láttál jó pár felületet, viszont még annál is több van. Asztali és ablakkezelőkét így talán érdemes lehet számodra megnézni egyenként az összeset, és kiválasztani úgy, hogy melyikkel szeretnéd a későbbiekben, mondjuk akár egy másik Slackware Linux distro alatt folytatni, és akkor ehhez nem más van itt segédletünként, mint maga az Arch Linux Tweak Tool, mint olyan. Ez régebbi nevén ugye Arch Linux volt, ma pedig Arch-ra változtatta a nevét, folyamatosan fejlesztik, finomítgatják, javítják a fejlesztők. Iszonyú jó, hozzáteszem, a dokumentációja magának az oldalnak, hiszen sok csak textben lévő tutoriállal szemben itt teljes, mindenre kiterjedő, több mint 1000 videót tartalmazó YouTube csatorna van Eric Dubois neve alatt, amit majd ugye természetesen csatornaként berakunk a leírásba, hogy nyomon tudjad követni, és akkor nekünk a legfontosabb az nem más, mint a desktop. Itt is vagyunk, ugye ABC sorrendben AUSZON-mal kezd, és X-monaddal végez, közte pedig millió egy asztal és ablak kezelő van, halál egyszerű a feltelepítése, itt egy BSP VM, ami most jelen pillanatban van, és mondjuk én azt mondom, hogy szeretnék telepíteni egy dipint. Na, akkor nagyon egyszerű a dolgom, csak rávittem ugye az egeret, install, ő itt végigfut, leszedi egyenként a fájlokat, és rögtön telepíti is. Itt mutatja is nekünk, hogy ugye hova fogja telepíteni, hogyha szeretnénk megtalálni az alap konfigurációs fájlokat, és szeretnénk beleturkálni, és mikor végzett ezzel a kis történettel, onnantól kezdve pedig bármikor a reinstállal el is tudjuk tüntetni a felületet. Nem kell nekünk ugye azzal szórakozni, hogy megkeresgessük egyenként a fájlokat. Addig, ameddig ő ezt telepíti, addig nézzük meg, hogy mi van itt még nekünk. Van egy ilyen fogadó AT-fülünk, ugye, ahol az ikon témákat tudjuk többek között állítani. Van az autostart fülünk, ahonnan én például a Variety-t mint kivenném, mert nem szeretem, hogyha változtatgatja a képet háttérként, illetve a Welcome appot is kivenném, mert hogyha először a telepítés után újraindultál, akkor már valószínűleg elég alaposan megnézted ezt a Welcome appot, szóval nem kell, hogy minden egyes alkalommal elinduljon. Majd pedig a későbbiekben, ha te úgy vagy vele, hogy szeretnél egy konkit eltüntetni, ami itt van, ugye, és segít neked az alapokban, mert már az ujjaidban érzed bizseregni a billentyű kombókat, akkor meg tudod tenni, és onnantól kezdve már nem fog kelleni. Ez a másik nagy előnye az OP rendszernek, hogy úgy van összerakva, hogy ezek az asztalok ugye külön vannak, viszont egy billentyű kombinációval irányítható szinte az egész, azonossal 98%-ig, vagyis ha a későbbiek folyamán nekünk az lenne a történetünk, hogy szeretnénk, hogy ismerkedjünk más OP rendszerekkel, viszont a felületünk már megvan, akkor tovább tudunk lépni és tudjuk használni, ha pedig későbbiekben mondjuk beleugrassz a mélyvízbe és szeretnél használni egy Slackware-t, egy Arch Linux-ot ArchWiki-ből telepítve, vagy FreeBSD-t, akkor már tudni fogod, hogy melyik felület az, amivel tudsz tovább menni, és ugye a másik pedig az, hogy nagyon fontos játszótérként alkalmazzunk az Arch Linux-ot szerintem, hiszen ahhoz képest, mint mondjuk egy Windows, egy
Apple op rendszer, vagy akár egy FreeBSD, ami egymaga egy rendszer, itt a Linux esetében csak egy magról beszélünk, vagyis a mag ugye tartalmazza az alapokat, meg egy AMD drivert, és onnantól kezdve minden harmadik féltől elérhető, így innentől kezdve kezdőknek érdemes a programlista ismeretüket is bővíteni, hogy tudják, hogy ha új oprendszerre mennek, akkor mik azok, amikkel ők szeretnek a mindennapokban foglalkozni, és szeretik használni. Úgyhogy röviden, ám de velősen ennyit szerettem volna számodra megosztani, felhívni figyelmed az Arch Linuxra, és további szép napot kívánok neked. Pápá!